Váron György filmkritikus, filmesztéta egyetemi tanára vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És megígértem, hogy az új sikerfilmről, amelynek már 2 millió nézője volt, keveset beszélünk, mert azt hiszem egyikünk se látta. Hát én nem láttam, ebben biztos vagyok. Én is egész biztos vagyok, hogy nem láttam. De azt azért fölvetném, hogy a hatalom, a művészet és a hatalom és a film viszonya milyen. Gyerekkoromban, amikor moziba jártunk, volt ifjúsági mozibérlet, és arra rá volt nyomtatva, hogy számunkra valamennyi művészet közül a legfontosabb a film Hatodik Lenin, és például most néztem, hogy Mussolini, mikor a 30-as években felavatta a Cinecittát, ugye az olasz hollywoodi filmgyárat, akkor azt mondta, hogy a mi legerősebb fegyverünk a film. Szóval, hogy arra elég hamar rájöttek már, vagy azt gondolták legalábbis, hogy a film mint propaganda eszköz fontos. Nem csak gondolták, az is volt, és mind a két példa nagyon jó, mert tulajdonképpen most a két totális diktatúrát mondtad, ugye a sztálinit, és van még természetesen a nácia hitleri diktatúra, abban is nagyon fontos volt a film. Leni Riefenstahl. Így van, tehát tulajdonképpen, hát igazából a Lenin kezdte, akkor még ugye a fasizmus nem nagyon volt, amikor meghirdette, hogy számunkra minden művészetek közül legfontosabb a film, mert fölfedezte a filmben azt az elképesztő propaganda erőt, hát ami azóta is szinte tart, és innentől kezdve borzasztóan szerették a diktátorok, de általában mindenfajta autoriter politikus szereti a filmet, egyrészt azért, mert ezen keresztül üzeneteket tud eljuttatni olyan módon, olyan népszerű módon, hát most már ugye azért van tévé, meg minden más, de az akkor is. Hát az is mozgókép. Igen, tehát mozgókép. El tud juttatni különböző üzeneteket, másrészt pedig túl a direkt politikai üzeneteken, mert ez az egyik formája a politikai propagandafilm, ugye hát ami a náci Németországban nagyon fontos volt, később a sztálini Szovjetunióban is nagyon fontos volt, de már az első propagandafilmek, azok igazából Eisenstein remek művei, a Patyomkin és az Október, amit megrendelése évfordulóra készített, de azok viszont zseniális filmek. Ezt akartam mondani, hogy persze nyilván számtalan vacak film készült a sztálini Szovjetunióban is, meg vacak filmek sora készült, felteszem, a hitleri Németországban, és mondhatjuk tovább a diktatúrákat, de hát azért mégiscsak Eisenstein csinálta a Jégmezők lovagját, ami a maga módján szintén tehát, hogy tehetséges ember volt. Leni Riefenstahl lehet, hogy nagyon romlott ember volt, de tehetséges volt. De hát ha megnézzük a magyar 50-es évek filmeit is, Keleti Mártortól Gertler Viktoron át, nem tudom én kikig, végülis azokat az igen vacak filmeket is nagyon tehetséges emberek csinálták. Igen, hát itt azért különböző dolgokról van szó természetesen, mert hát Eisenstein egy zseni volt, és ő nem azért csinált propagandafilmet szemben mondjuk a Keleti Mártonékkal, akik úgy, ahogy van, tudták, hogy hülyeség, amit csinálnak, és röhögtek ezeken az 50-es évekbeli filmeken, miközben megcsinálták, meg a Máriási Félix, hogy nagyon nevet ne mondjak. Egyszer meg is kérdeztem a Makkárot, hogy ti ezt a sok hülye, az asszisztense volt a Máriásinak a Igen. kis Katalin házasságába, és amikor az ifjú pár fölakasztja a ugye, itt a kis Katalin nem vesz elég lelkesen részt a munkaversenyben, Igen, és ettől aztán házassági konfliktusok támadnak. Így van, jól emlékszel, és van egy jelenet, amikor megkapják a szép új lakótelepi lakást, az egész brigád beköltözteti őket, aztán már kettesben marad az ifjú pár, egymásra néznek, hogy mi hiányzik, az embernek lenne tippje, de azonnal értik egymást, kimegy a Szirtes Ádám, és behozza a Rákos és a Sztálin képét, és fölakasztja a falra, mert csak ez hiányzott, és akkor egyszer megkérdeztem a Makkot, hogy hát ti elhittétek ezt a hülyeséget? Azt mondja, dehogy hittük el, hát röhögtünk az egészen. Tehát ez egy dolog, az Eisensteinnél azért másról volt szó. Ők ezt, szóval propagandafilmet lehet hit nélkül csinálni. Jó szakemberek jól csinálják, rossz szakemberek rosszul csinálják, mint az későbbi sztálini propagandafilmeket. Azok borzalmasak voltak, a Csia Ureli nevű harmadvonalú Sztálin kedvenc rendezője, úgy csinálta a Sztálin filmeket. De az Eisensteinnék idejében egy kicsit más volt a helyzet, mert ott egy nagyon rövid ideig ők ebben valóban hittek. Tehát az Eisenstein, a Vertov és a többiek, azok ugyanúgy hittek a forradalomban, mert ők művészeti forradalmat akartak csinálni, mint ahogy ugye a bolsevikok a társadalmi forradalom. Jó, de ez a legelején volt a történetnek, hát tehát még nem tudták, hogy mi lesz, hova fajul. Azt nem később. Tudták, hogy mi lesz. Ez egy ilyen rövid, hogy mondjam, csak méves hetek voltak, aztán nyilván kiábrándultak. De mondjuk, hogyha ha tovább nézünk, akkor a
akár a brezsnyevi időkben is, hát milyen a Szovjetunióban készült kitűnő alkotások készültek, a ragyog-ragyog csillagomtól kezdve, a tűzön nincs átkelés, a Bondarcsuk, meg mit tudom, micsoda. Szóval, hogy nagyon jó filmek is készültek, és hát ha megnézzük a magyar filmeket, a 60-as, 70-es, 80-as években, akkor hiába állami finanszírozás volt, és diktatúra, mégiscsak készülhettek kritikus és jó alkotások. Igen, mert ezek nem totális diktatúrák voltak, tehát nem mindenre kiterjedő totális diktatúrák, hanem éppen, hogy a kultúrpolitikájuk, elsősorban most itt a kádári, a téli kultúrpolitikáról beszélek, az egy nagyon, hogy mondjam, csak nagyvonalú és megengedő kultúrpolitika volt, most lehet ennek az okait taglalni, hogy azért, mert ugye a film egy népszerű dolog, kiviszik nemzetközi filmfesztiválokra, és lehet mutatni, hogy itt azért nem egy szigorú diktatúra van, ez különösen abban az időben, amikor Magyarország már nyugati kölcsönökre szorult, talán ennek volt szerepe, de egyáltalán nem annyira biztos, hogy csak ez volt az ok, ugye nem lát az ember a döntéshozók fejébe. Valószínűleg ők azért egy picit örültek, vagy szerették azt, hogy jó filmesek, sikeres filmeket csinálnak, ott vannak körülöttük. Tehát ott ez elég jól működött, és egyáltalán nem véletlen, hogy a magyar filmnek azért az a 60-as, 70-es évek, Jancsó, Mak, Huszárik, Szabó, Bacsó, hát mondhatjuk a nagy neveket, meg az összes többit is. Sándor Pál, Gárdos. Így van, hát mindenki tudja, nem véletlen, hogy mindenki tudja, azért tudja mindenki, mert ezek fennmaradt nevek, hogy ez azért létrehozta a magyar filmművészet aranykorát. Általában azt lehet mondani, hogy ezekben a kelet-európai országokban, ahol enyhébb volt a, hát nem tudom, hogy a diktatúrának nevezem, de az autoriter egypártrendszer, ott nagyon komoly filmművészet született éppen a résekben, talán komolyabb is, mint egy nyugati, mint a demokráciában, tehát mondjuk a cseh film a 60-as években, de akár a magyar film is. A cseh film 68-ig, nem? 68-ig természetesen, azért mondom a 60-as éveket, vagy a lengyel film már az volt az első az 50-es évek végétől. Tehát az a furcsa helyzet volt, hogy ezekben az országokban sokkal jobb filmművészet volt, mint az irigyelt, mint a demokráciának tekinthető mondjuk Hollandiában, ahol ott az valóban egy nagyon demokratikus ország volt, ami azt mutatja, hogy ezek azért bonyolultabb összefüggések, és nem azt jelenti, hogy ahol jólét és demokrácia van, ott nagy a filmművészet, ahol rossz lét, ott kicsi. Igen, nem függ így össze a dolog. El tudom képzelni, mert tényleg semmit nem tudok a holland filmekről, azt sem tudom, hogy vannak, biztos voltak. Voltak. Hogy égető társadalmi kérdéseket nem kellett feltétlenül filmbe valahogy beleügyeskedni, míg mondjuk 56-ról beszélni Magyarországon, hát a nagy nyilvánosság előtt, mert úgy értem, a filmek beszéltek, vagy beszélhettek. Ez nagyon fontos, amit mondtál, mert valóban ez az egyik titka volt a dolognak, hogy már ahogy az I.S. mondta, hogy már a, hogy csak a vízvezetékszerelés és elektromosság problémáit is lassan a költőknek kell intézni. Rendes országban ezt a vízvezetékszerelő intézi, de nálunk ezeket nyilvánvalóan, mert ott volt rés, a filmesek mondták ki, esetleg az írók mondták ki, úgyhogy ebbe kétségkívül van valami, hogy ilyen helyzetben megnő a művészetek szerepe. Hát ugye a Jancsót nagyon ünnepeltük, és teljes joggal ünnepeltük azért az elképesztő filmstílusért, amitől a félvilág tanult, és amiből a félvilág tanult és tanul azóta is. Amikor a rendszerváltás táján egyszer összefutottam vele, és azt mondta nekem szomorúan, hogy hát figyelj, ez az egész stílus azért alakult ki, mert nem lehetett egyenesen beszélni. Szóval most már minden újságban mindenki azt ír, amit akar, mondta széttárva a kezét. És stílus váltott, és elkezdte csinálni a Kapa Pepe komédiákat egy kis szünet után. Mert igen, azért volt ott az a, mikor privatizálnak egy gyárat, filmje, ha emlékszel, meg azért volt egy kár próbálkozása még neki is, ami nem feltétlenül volt annyira sikeres. A külföldi tulajdonos jön, és meg akar egy magyar gyárat venni. Igen, hát a Kapa Pepénél pedig egy, már az első Kapa Pepe filmben ott meg egy bankot privatizálnak, de az jó volt, az sikeres volt. Hát és ott azzal föltalált egy új műfaj. Igen. És az azért is jó, hogy ezt most szóba hozod, mert föltalálta az olcsó filmet, relatíve olcsó filmet. Mindig olcsó filmeket csinált, hát nem voltak, pedig ő azért nemzetközi koprodukciókra is kapott pénzt, meg külföldön is filmedett. Jancsó filmei nagyon olcsók voltak, mert a legtöbb film tulajdonképpen 7-8-10-12 beállítás,
Tehát egy nap alatt egy beállítást meg lehetett csinálni, előtte sokat kellett ugye próbálni, mire meg volt a kamerával, meg mozgásokkal, meg minden. De hát ő tulajdonképpen ez a stílus, ez egy nagyon olcsó filmstílus volt. Hát voltak kicsit drágább filmek később. Mert hogy ugye azért mégiscsak a beszélgetésünk egyik apropója az, hogy itt vannak ezek az irdatlan, vagy magyar viszonyokhoz képest irdatlan, mert felteszem, hogy hollywoodi produkcióban ezek azért még a 6 milliárd forint sem olyan elképesztő összeg. Nem, az a középköltségvetésnek is ad alja Hollywoodban. De magyar film még ennyi pénzből nem készült, ugye ott vannak ott van ez a 6 milliárdos, meg a hadik, meg nem tudom micsoda, az Emulveis, amik azért viszonylag sok pénzből készültek. Hát bár most látom, hogy ennek a Petőfi filmnek a nézettsége nagyon jó volt az első hétvégén, és vannak ezek a 30 milliós filmek, most már ebből is több, mint a Reisz Gábori, Hajdú Szabolcsé, amik nagyon kevés pénzből készülnek, viszont behúznak sok embert a moziba. Igen, itt van egy nagyon erős arányeltolódás, ami különösen az utóbbi időszakban most már kifejezetten károssá vált, és nagyon eltorzítja a teljes magyar filmspektrumot. Röviden arról van szó, hogy most már az egyáltalán nem baj, hogyha elkészül egy-egy ilyen nagy költségvetésű film, hiszen azért régen is elkészültek az Egri csillagok, a Jókai filmek. Csak azt Várkonyi Zoltán készített. Na, ez az egyik, amiről akarok beszélni. Tehát itt két dologról van szó, az arányokról és a minőségről. Tehát egy-eggyel semmi baj nincs. De amikor a Várkonyi megcsinálta ezeket a filmeket, vagy a Keleti Márton, vagy a Gertler Viktor, akkor ugyanakkor készültek el a Jancsó remek művei, a Szabó Nagy filmjei, tehát a 60-as, 70-es évek, amik azóta is filmeldik a magyar filmet, és aki szerette ezeket a kosztümös drága filmeket, azoknak is jutott. Ez arány kérdése. És ott úgy gondolom, hogy viszonylag megfelelő arányok voltak. Most ez tökéletesen eltolódott, tehát ez azt jelenti, hogy az állami pénz, az állami finanszírozás 90-valahány százaléka kizárólag ilyen filmekre megy, ami elég távol van egyébként a magyar filmes hagyományoktól, nem ettől lettünk híresek. A másik pedig, hogy ez azt jelenti, hogy igazából a magyar filmművészet tulajdonképpen, amit említettél, ezek a 30-tól 100 milliósig, ezek akár van bennük egy pici állami pénz az inkubátor program révén, akár nem, ezeket fiatalok csinálják, mert ők csinálnak olcsó filmeket, az tulajdonképpen valahol a periférián készül, iszonyú ellenszélbe sikerül fenntartaniuk valahogy a magyar filmművészet becsületét, miközben hát ugye ezekről nem mondható el, pláne ilyen iszonyú nagy tömegben. És a másik, hogy mondhatod, hogy ezt a Keleti Mártonék készítették már akkor, vagy a Várkonyi Zoltán, mindegy, profik, régi igen, profik, hogy van egy aranyszabály, amit mindenhol betartanak, Magyarországon is betartották régen, Hollywoodban is betartják, és ez a következő. A legnagyobb pénzt mindig kipróbált szakembereknek, akár művészeknek, akár profiknak adják, ez Hollywoodban is így van, a Spielberg és a Coppola kisköltségvetéssel kezdte, és lassanként jutott el a harmadik, negyedik filmjére a nagy költségvetésig. Nálunk viszont, és ez teljesen új, kizárólag olyanoknak adják, akik még semmit nem tettek le az asztalra. Tehát miközben egészen kiváló filmrendezőink teljesen hiába próbálkoznak, és már nem is próbálkoznak, akik megcsinálnák az új magyar filmművészetet, már nincsenek, és Magyarországon a középgeneráció teljesen hiányzik. Fligauf Bence, Pálfi György, Mundruczó Kornél, már Hajdú Szabolcs is a cím darabjaiból csinál épít remek filmeket. Ugyanakkor viszont olyanok kapják a legnagyobb költségvetést, és ilyen a világon sehol nincs, akik mögött semmi nem volt. Valaki beállít, és kap 6 milliárdot. Akkor egy srác, aki csinált egy viszonylag gyenge, vagy inkább nagyon gyenge játékfilmet, az kapja meg a rendezői feladatokat. A 60-as évek úgynevezett közönségfilmjeiben a legnagyobb magyar színészek voltak. Nagyon profi rendezők voltak, olyan operatőrökkel, mint Hegyi Barnabás, Széchenyi Ferenc, Illés György, tehát azok profi stábok voltak. Olyanra én nem tudok példát, lehet, hogy mit tudom én, Észak-Koreában talán van, vagy volt a Ceausescu Romániájában, hogy kizárólag annak öntik oda a pénzt,
aki még semmit nem csinált, akinek semmilyen filmes gyakorlata nincs, nincs neve a film szakmában. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte kiszámítható a minőségromlás. Nagy csoda, hogyha nem nagyon rossz szedek után a minőség. Mitől lenne jó, ha olyan kapja, aki nem ért hozzá. És teljesen eltorzítja a filmes képet. Szerintem még lehet, hogy ennél is bonyolultabb a kép, mert ott volt a Semmelweis film, amit Koltai Lajos rendezett, aki mondjuk a világ egyik legmenőbb operatőre. Hát ő a kivétel. Tehát filmet egyébként látott, kétségkívül nem mint rendező, bár ő rendezte ugye a Sorstalanságot is. Tehát a filmvilágból jött, és annak is a krémjéből, kétségtelen, hát nem mint rendező lett neves ember, és hát ahogy mondjuk a te kritikádat ma reggel újra elolvastam erről a filmről, ez se a filmművészet csúcsa. Hát nem, de mondjuk a Koltai abból a szempontból kivétel, hogy ebben a teljes sorozatban, amiben most már 6-7-8. Filmnél tartunk, mindjárt jön a Hunyadi, az még ennél is drágább lesz. Hallom, hogy már a Mohácsot tervezik a mostani film alkotói, tehát a most vagy soha alkotói. Tehát ebben a sorozatban a Koltai azért kivétel, mert mögötte tényleg van egy szakmai tudás. Ettől még én nem gondolom, hogy a Semmelweis a legjobb filmje, sőt, én úgy gondolom, hogy egyáltalán főleg a forgatókönyv miatt, amiben mindig hős csinálnak mindenkiből. Semmelweis minden inkább szerencsétlen volt a végére már sajnos, mint hős. De mondom, ő a kivétel ez alól, erre azt lehet mondani, jó, kapott egy esélyt, ez lett belőle, nem tudom, hogy hogy alakult így, de az összes többinél azt kell mondani, hogy a kiválasztás kizárólag politikai szempontú, oda megy valaki, akit eddig csak onnan ismertünk, hogy a kormány propagandának a lelkes szúcsöve volt, és akkor ráöntenek 6 milliót, hát ha tud filmet milliárdot csinálni. 6 milliárd, bocsánat, ráöntenek 6 milliárd, hát ha tud filmet csinálni, nem tud. Szerintem nem gondolja, vagy nem számít, hogy tud filmet csinálni, vagy nem. Az ő szempontjukból, mert egyrészt azt gondolják, hogy a 6 milliárd mozog valahogy a szemük előtt, amivel mi mindent lehet kezdeni. Másrészt majd az iskolások bemennek, meg majd a propaganda azt mondja, hogy ez jó film, meg majd alapítunk versenyeket, és azokat mi magunk meg is nyerjük rögtön. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a film díjakat hozott el, és hát bosszantjuk azokat az értelmiségieket, akiket nem szeretünk, és akikről azt gondoljuk, hogy ők azt gondolják, hogy fontosaink a magyar film teljesítménye. Szóval ez itt ki van találva, tehát ez nem egy rendszerhiba, szerintem. Én sem gondolom, hogy rendszerhiba volna, tehát nem van az, hogy véletlenül olyanok kapják, hanem az a rendszer működéséből logikusan következik, és hát én nem emlékszem rá, hogy a magyar film történetében erre volt példa, hogy így öntik szakajtóval a pénzt a hóddilettánsoknak, akik nem azért dilettánsok, mert már rossz filmet csináltak, hanem azért, mert még semmit nem mutattak föl. Tessék elkezdeni kicsiben, csinálni valamit, ha az sikeres, és ugyanakkor azok a nagyon tehetséges fiatal rendezők, akik már megcsinálták az első és a második filmjeiket, tehát a 6-7 rendezője, akkor a Kishajni, a Külön Falka rendezője, akkor a Magyarázat mindenre rendezője, ugye a Reisz Gábor, és mondhatnám az összes többit, azok vagy már nem is pályáznak, tehát különböző más helyekről szedik össze a pénzeket, vagy nagyon pici pénzeket kaphatnak, mint kezdők, mert hát ugye az olyan kis összeg, hát ez a Vajdú Szabolcs azt mondta, és igaza van, hogy 200 filmet tudna csinálni a most vagy sohából. 200. Tehát azt jelenti, hogy ugye 0,5%-a, tehát a 6 milliárdhoz képest 30 millióba került, ez reális, mondjuk nem ennyi szokott lenni egy nagyon olcsó magyar film, ez 100 millió. 150, hát 200. Az már talán kitölti a büféköltségét a most vagy sohának, de sokkal többet nem tölt ki. Na most itt ezekből a kis pénzekből azért mégiscsak nagyszerű filmek készültek, nyernek a fesztiválokon, mégiscsak jelen van valahogy a magyar film a világban, és ugyanakkor pedig a másik oldalon szívja el az energiát, az erőt. Ha megnézzük azt, hogy milyen filmek készültek az utóbbi néhány évben, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok, mert hát ugye ők csinálják az olcsó filmeket, még valahogy ott vannak, aztán már a második, harmadik filmjeikig nem olyan nagyon jutnak el, mert hiába pályáznak, visszautasítják, de a középgeneráció, tehát azok, akik most 50 évesek, és akik nagyon sikeresen indultak, akik megcsinálhatnák most a Szegény legényeket, a Szerelmet, a Szindbádot, azok sehol nincsenek. Frigau Benedek külföldön van, Pálffy György külföldön van, most ugyan hazajött, de hát ugye semmi esélye nincs, mindenki fölháborodott, hogy a Toldit sok pénzből akarja megcsinálni. Hát az az egy hatoda lett volna,
a mostani kurzusfilmnek, és hát a Pálffy György csinálta volna, aki mögött azért volt már néhány nagyszerű film. Az érdekes, hogy ez a kurzus mennyire szűkkeblű, hogy nem akarja, hogy jó filmek legyenek, mert felteszem, hogyha jó minőségi rendezőket, filmkészítőket, nem csak rendező, ez nyilván alkalmaznának, akkor azok lehet, hogy kritikus filmeket készítenek, vagy a máról készítenének filmet, ami fölvetne kérdéseket. Mert az, hogy most mi történt Semmelweissel, vagy 1848-ban mi volt, vagy ki megnyerte, a magyarok tényleg megverték-e Mohácsnál a törököket, vagy sem, ezek ugye azért olyan nagyon nem izgalmas kérdések ma már, vagy nem úgy izgalmasak, vagy a Hunyadi film, a nagy magyar dicsőséget. Ezek már a témaválasztásoknál fogva és kurzusfilmek, a minőségüktől függetlenül, még egy független alkotó nem biztos, hogy a magyar glóriát akarná fényezni feltétlenül. Hát egyébként nem a témától függ, mert azért ugyanezekről a témákról jó rendezők, jó filmet csinálják. Gondolok itt a Sára 80-20-ára, a Lugosi filmjére, a Szirmok virágok koszorúkja, de hát a szegény legények is történelmi téma. Úgyhogy azért... Nem a történelmi téma, csak hogy... Hanem hogy a hozzáállás, az a történelem kép, amit sugalnak. De itt én inkább azt hiszem, hogy arról van szó, hogy egészen más ennek a hatalomnak a viszonya a kultúrához, mint mondjuk a kádárizmusé volt, vagy akár még a korábbi kormányoké volt 2010 előtt. Ez azt jelenti, hogy az acéli kultúrpolitika az megpróbálta valamilyen módon megnyerni a művészeket és az értelmiséget, és ebben elég ügyesen is mozgott, hiszen azért volt, aki a perifériára került, ugye tiltott, tűrt, támogatott, de az értelmiségnek egy nagyon komoly derékhadát, nagyon minőségi embereket, írókat, költőket, színházrendezőket, filmrendezőket, zeneszerzőket sikerült megnyernie magának egy nagyon ügyes taktikázgatással. Ugyanakkor a mostani, ha van egyáltalán kultúrpolitika, ezt nehéz annak nevezni, de a mostani politika az nem megnyerni akarja az értelmiséget és a művészeket, hanem leváltani, és oda tenni helyére a sajátjait. Egyetlen egy probléma van, hogy nincs nekik. Tehát nincs még egy művésztársadalom, nincs még egy értelmiségi társadalom. Lehet találni egy-két figurát, de alapvetően ezt nem tudják megcsinálni, és ezért lesz ebből ennyire szánalmas végeredmény. Báron György a vendégünk, hát megvenni azért látjuk, hogy lehet. Hát akit meg lehet, komoly hát, embert. Hát, szerintem komoly embert is meg lehet, hogy egy picivel többbe kerül, bár még ez sem biztos. Hát ahogy megnézem, egyébként ők nem is nagyon törekszenek rá. Ki akarja megvenni a Pálffy Györgyöt, vagy a Tarbélát, hát ne vicceljünk már, meg se próbálják. Kifizetik ezeket a figurákat, és kész. Tehát azért ebben különbözik, én úgy gondolom, hogy őket nem érdekli, hogy megvegyenek egy jó művészt. Nekik ez nem annyira fontos. A régebbi kultúrpolitikusoknak egy picit valahogy hízelgette a hiúságoknak. A művészet talán valamennyire fontos volt a politikának. Most már egyáltalán nem fontos. Most a focista fontos. Most a foci a fontos, oda dől a pénz. Igen, bár régen is fontos volt a foci. Csak akkor még focizni tudtak. Most a foci úgy fontos, hogy megint, hogy dől a pénz, ugye megint ez a kontraszelekció, hogy dől a pénz, és sehol nincs a magyar foci. Tehát mindenhol ugyanezt a fajta kontraszelektív folyamatot látjuk, hogy ez elkezdődik fönt, és megy lefelé, és egyre rosszabbá válik, ahogy mire leér. Hogyha a kiválogatás nagyon rossz már az elején, akkor a végére az eredmény az szinte borítékolhatóan nagyon gyenge vagy csőd. Ha mégsem teljesen az, akkor szerencse volt. Persze azért a film helyzete nagyon megváltozott a mai világban, mert hogy szinte mindenhez hozzájuthatsz pillanatok alatt, ami a világon készül, internet, ezek a streaming, nem tudom én micsodák, tehát egy sokkal nyitottabb világban élünk, ahol egy-egy alkotás jelentősége szükségképpen kisebb, mint egy jóval zártabb, technológiailag is, meg politikailag is sokkal zártabb világban. Tehát nem nézel magyar, mert megnézel egy másikat, egy kattintásra vannak egymástól. Ez így van, ebben a média katyvaszban a művészet önmagában is leértékelik, vagy ne is beszéljünk művészetről, ez olyan nagyon fellengzősen hangzik. Egyszerűen az érték, a kreativitás, a gondolkodás leértékelődik, mert annyira ömlik mindenkire mindenféle teljesen vegyes tartalom, hogy ebből nagyon nehéz igazából kiválogatni az értékeket. Ha az ember megnézi, hogy ki volt a celebritás mondjuk régebben,
akkor egy celeb volt mondjuk a Darvas Iván, egy celeb volt a még a Cserhalmi György, még ez a generáció. Igen. Ő még a, talán az utolsó a nagy színészeink közül, aki celeb. Hát még az Udvaros Dorottyáik. Igen, hát ez ugyanaz a generáció. Igen. Tehát ők még, a mai celebek, azok ilyen fél óráig tartó celebek, elmegyek egy filmbemutatóra, és akkor ilyen egészen szűk zakóban ottan nem kapnak levegőt, és oda beülnek az első sorba, azt sem tudom, hogy kicsodák, és a következő filmbemutatón egy ugyanolyan bejön, aki már nem ugyanaz, hanem a következő. De lehet, hogy továbbadta a zakót a ruhatár. Valószínűleg ezeket a zakókat és ezeket a figurákat cserélik, de most más a celeb, most olyanok a celebek, akik semmit nem tettek le megint csak az asztalra, a főfoglalkozásuk az, hogy celeb. Hát jó, azért vannak jó színészek most. Persze. Is, meg olyan színészek, akik feltűnnek a filmekben. És fontos, nincs az a típusú sikeres magyar tévéfilmgyártás, gondolom, és mozifilm. Nem, a tévéjátékok már szinte nincsenek. Miközben ugye megjelent a világban egy új művészeti ág, vagy nem is tudom mi a stílus, ezek a sorozatok, amik baromi közönséget vonzanak, nagyon sokfélék, és hát egy csomó egészen kifejezetten, nem tudom, hogy művészi szempontból, de hogy kifejezetten jók vannak, nem, érdekesek, és megcsináltak. És hát úgy megcsináltak, hogy csuhalja. Vagy itt is vannak sorozatok, és nem is olyan rosszak, hát itt elég, hogyha itt ugye egy licenszel készült mondjuk a terápiára gondolok. Hát egy picit menekülő út is színvonalasabb filmkészítőknek, akik nem jutnak nagy játékfilm, ez ami mégiscsak kreatívabb és személyesebb általában egy magyar filmrendező részéről, és akkor hát ez szinte, ha nem is bérmunka, de egy ilyen szakmunka sorozatokat csinálni, ott általában többen is rendelik, és ezeknek nagyon jó tud lenni a minőségük, egyetlen egy probléma van, hát ugyanezeket a sorozatokat bárki megnézheti Amerikából, Németországból, és hát most régebbieket mondok, de mondjuk a Dróttól a Babylon Berlinen keresztül, hát ezek egészen fantasztikusak, ezekben több pénz van, talán még több, a Most vagy Sohánál is több pénz van ezekben. Ajaj. A sorozatokban, és sztárok vannak, tehát mi ezzel ugyanúgy nem tudunk versenyezni, hogy nem tudunk versenyezni azon a terepen sem, amire ráálltunk. Ez a kosztümös, nagy, kardozós vagy nem kardozós történelmi filmek, ez olyan, mintha elkezdenénk Forma 1-es autókat gyártani, az nem megy. A Forma 1-es autókban tudunk kütyüket gyártani, vagy a mi terepünk az, hogy mondjuk a Rubik kockával versenyképesek vagyunk, de hogyha helyette megpróbálunk ráállni arra, hogy most a Forma 1-es autógyártásba hirtelen betörjünk, akkor rá fogunk jönni, hogy a végén Trabant jön ki a szalag végén. Talán a Semmelweis film kapcsán írtad, hogy a régvolt históriák mindig a szabadrablás tárgyai. Ugye ennél a filmnél, amiről annyitán említettünk, és amelyet egyikünk se látott, de hát azért nyilván tudunk róla dolgokat, így se számít igazából, hogy mi volt a valóság, viszont azért beállnak, ha jól olvasom, egy tendenciába ezek a filmek, hát a gonosz osztrákok megint ütik a magyart, régen ezt úgy mondták, hogy nyomják rá a hácsot. Ez nem olyan nagy tragédia, hiszen a filmvészet története az abból áll, hogy valóban szabadrablás tárgya, ami történt. Hát az amerikai westerneknek semmi közük nem volt a vadnyugat elfoglalásához, mégis Amerika egyik legnagyobb mítosza jött létre. Hát most már említettük az Októbert és a Patyomkint, az Ernesten két remek művét. Hát semmi nem úgy történt, ahogy abban a filmben van, annak ellenére, hogy most már a filmek nyomán kezdjük elhinni, mintha úgy történt volna. Tehát ez önmagában nem baj, a film egy nagyon erős legenda és mitoszképző médium. A baj az, hogy nem attól válik hitelessé, hogy pontosan úgy csinálnak meg egy filmet, hogy a történelemben valóban volt. Attól válik hitelessé, és ez inkább egy mű belső igazsága, hogy van benne egy olyan tartalom, amit elhiszek, amitől hitelesek a figurák, nem papíros ízűek, amiből nem látok egy nagyon buta, primitív üzenetet kicsengeni, amire rögtön azt lehet mondani, hogy hát ez biztos nem így történt, amiben nagyon jó a színészi játék, a karakterek, tehát ha ez jó, akkor senki nem firtatja, minden idők egyik legjobb westernje a
John Ford westernjei. Senki nem firtatja, semmi nem úgy történt. Az OK Corralnél nem volt semmilyen harc például, és ott azóta is megkoszorúzzák a gyerekek. Megkoszorúzzák a, most már nem sajnos, a odesszai emlékművet is, amíg volt, ahol a Einstein forgatta a Patyomkint, és ahol semmi nem történt természetesen. De hát ez hozzátartozik a filmhez, a film gyönyörű csalás. Csak az a rossz, amikor ez a ebből a gyönyörű csalásból egy szánalmas, dilettáns, mindenféle kurdus ideológiákat kielégítő csalás változik. Hát persze nem az a baj vele, hogy nem úgy történt, mert ahhoz nézzünk dokumentumfilmet, az egy másik műfaj, és nyilván a történelem szabadon szabdalható, csak itt, mint hogyha lett volna előre az a gondolat, hogy bántják a magyarokat, és akkor na, akkor írjunk ehhez egy forgatókönyvet, ami hát most vagy sikerült, persze, vagy nem. Itt inkább az a gond, hogy ha az, ami történt, az jellemzőbb és érdekesebb, akkor azért meg kéne próbálni legalább annak a nyomait meghagyni. Tehát nagyon sokban olyat látunk, tehát Magyarország általában elvesztette a csatáit és a háborúit. Ez nem kellemes, én ezt tudom, de hát így kell visszanéznünk a történelmünkre. Na most ebből kicsípni azokat a nagyon pici időleges diadalokat, és ebből csinálni egy hősköltemény sorozatot, hát ezt a Ceausescu megpróbálta, amikor ugye ezeket a dák történelmi filmeket rendezte neki, azt hiszem Mihalescunak hívták a házi filmrendezőjét. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem lett jó vége az egész dolognak. Pedig a magyar filmművészet története hány olyan kitűnő filmet ismer, amelyik éppen a közelmúlt történelmével foglalkozik, mondjuk a Szabadíts meg a gonosztól kezdve a Gottárnak a Megáll az időig, de hát a Szamár köhögés, tehát rengeteget tudnánk ilyet mondani, tehát lenne hagyománya annak, hogy akár humorral is nézzünk vissza a múltra, vagy kritikusan, vagy... Hát vagy a Tanú, ízesen. Hogy más hát, ne mondjuk. Mondjuk a Tanú nyilván, ami... Vagy a Szerelem, ami igen, egy dráma, ugye? Igen, persze. Károly. Hát a múlt egy kimeríthetetlen tár, és a múlthoz könnyebb is, egyáltalán nem véletlen, hogy a magyar filmművészet klasszikusait nézzük meg, akkor abból valószínűleg a többség, én ezt szerint még nem gondoltam végig, de valószínűleg a többség a közelmúlttal foglalkozik, a régebbi múlttal kevésbé, azt ugye nehezebb megcsinálni. Az drágább, az rajzfilm. Igen. Meg az olyan, ahhoz túl látványos, tehát nagyon elviszi a gondolattól a látvány. Meg lehet csinálni, csak ahhoz egy nagyobb apparátus kell. A jelenről is nehezebb, ugye sok jó film készül a jelenről, pláne most a fiatalok a jelenről csinálják, de egy picit nehezebb, mert az meg túl közel van. És ez a kicsit közelmúlt, amit már eltávolodott tőlünk, de még annak a nemzedéknek a személyes élménye, gondoljunk akár a Megáll az időre, akár a Szerelemre, akár a Tanúra, tehát az a nemzedék, amelyik csinál, annak még a személyes élménye, de már távol van, már történelmek nevezhető. Ez tulajdonképpen egy nagyon adja magát a filmes feldolgozásokra, és ezt a magyar filmrendezők ki is használták, nem mindegyik, ugye volt, aki a jelenkorról csinált filmet, az is jó. Nagyon jó volt, a Bódi Gábor filmjei is kitűnőek, meg volt, aki egy kicsit régebbi múltról csinált, majdnem kosztümös filmet, csak az ellenkezőjét, hát ez ugye a Jancsó számos filmmel, az első trilógiájával. Igen, vagy van valami, mint mondjuk most a Fényes szelek jutott eszembe, ami nagyon szublimált módon szól. Igen, hát az már személyesebb, az már az dologról. Én egy időben többször írtam Páger Antalról, aki ugye a legnépszerűbb színész volt már a 45 előtti időszakban is, és hát egészen rémisztő kurzusfilmekben mondanánk ma, nyilas propaganda játékfilmekben is szerepelt, és hát lehet, ma már azt gondolom, hogy lehet, hogy kicsit elhamarkodottan azt mondtam, hogy ez csúnya dolog volt, és azért mondom, hogy elhamarkodottan, mert kétségkívül nem annyira kínos filmek, vagy politikailag nem annyira kínos filmek ma is készülnek, és akkor egyszer csak itt egy beszélgetés során valakivel beszélgettem a stúdióban, és elhangzott egy mondjuk azt, hogy egy barátom neve, egy színésznek a neve, aki egy ilyen filmben szerepel, amit ugye a filmet nem láttam, mert hát vannak filmek, amiket azért már nem néz meg az ember, ha nem muszáj neki, és akkor amikor ezt megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy hát olyan filmben lehet játszani, amilyenben van. Hát ő nem úgy gondolja, tudja, én tudom róla, hogy nem azt gondolja a világról, de hát amikor megöli Hamletet a darab végén, akkor se gondolja senki róla azt, hogy gyilkos, mondta. Szóval, hogy mit gondoljunk erről, hogy oké, hogy a rendező tényleg meg a forgatókönyvíró a nevét adja mondjuk egy rémisztő kurzusfilmhez, de hát a színész felelős azért, és akkor mehetünk az utolsó kábeleség is, vagy fárcsineség is. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, amit most föltettél. Nyilvánvaló, hogy a színész, de mondhatom például az operatőrt is, hát a magyar operatőr
operatőrök azok világhírűek, és nem mindig jó filmeket csináltak. Például a Most vagy Soha operatőre, a Dobos Tamás is egy nagyon kitűnő szakember, az egész stábban az egyetlen olyan szakember, úgy láttam, aki mögött tényleg van egy komolyabb teljesítmény. Tehát ők azért elég kiszolgáltatottak, innentől ezt nagyon nehéz megítélni. Van színész, aki nem vállal ilyet. Van színész, aki elvállalja, nem azért, mert feltétlenül egyetért ennek a szellemiségében, mert azért, mert ő egy színész, és a színésznek az a dolga, hogy eljátsza a szerepet. Aztán van olyan, és azért a Páger nem csak arra példa, hogy borzalmas filmekben is szerepelt, miközben zseniális színész volt. Hát aki megnézi ma is mondjuk a Hattyúdalt, meg egyéb más filmeket, akkor látja, hogy mekkora színész volt. Hogy nála azért nem csak arról van, hogy vannak színészek, akik exponálják magukat politikailag. Hát, ő ilyen volt. Hát főleg a Kis Ferenc volt ilyen, akit aztán... Aki színészkamara elnöke volt. Nyilas színészkamara elnöke. Tehát politikailag exponálják magukat, és ettől sokkal több szerephez jutnak, mint mondjuk egy másik hasonlóan tehetséges színész, hiszen akkor azért ott volt a Somlay, a Csortos, sok mindenki más, akik ugye kevesebb szerepet játszottak. Ezt nagyon nehéz megítélni, ettől ő nem lesz természetesen rosszabb színész. Én jobban, mindjárt jobban szeretjük azokat a színészeket, akikben a színészi nagyságon van annyi emberi tartás, hogy azért mindent nem vállalnak el, hát ma is vannak ilyen színészek. Hát igen, mert egyrészt a politikai mondani való, másrészt lehet, hogy a művészi színvonal is egy kérdés, amikor valaki elvállal egy szerepet, hogy nagyon ciki lesz az a film, mert igen, mert, de hát erre mondhatja. Jó, azt nem lehet előre tudni. Hát ugye a Mephisto utolsó szava, hogy én csak egy színész vagyok, én csak egy színész vagyok. Hát nem véletlenül idézzük sokat, és mondjuk a Páger aztán a Fábrinak az Utószezon című filmjében, igen, ha jól emlékszem, eljátsz egy valakit, aki ugye lehet, hogy miatta deportáltak, igen, valakit, van, és van egy ebből egy ilyen furcsa holokausztfilm, az már talán a 60-as évek vége, igen, vagy 70-es évek eleje. Szóval, de nem tudom, hogy ő reflektált-e valaha arra, hogy miket tett, de hogy látom, hogy hát nyilván, ahol szabadság van, ott szabadság van, ahol meg diktatúra van, abból a készletből lehet csak változtatni. Vagy hát igen, plusz az összesnek, mint láttuk, a köztes átmenete. Hát igen. Tehát ezek nem is olyan egyszerű dolgok, leszámítva a totális diktatúrákat, hogy mikor, meddig lehet részt venni erre. Na, mindig csak konkrét esetekben lehet talán válaszolni. És közben azért voltak nemzetközi sikerei jócskán a magyar filmnek az elmúlt években, ugye Oscar-díjt, majd azt mondtam, hogy Nobel-díj, Oscar-díjtól kezdve nem elsőresnek Enyedi Ildikó filmeik, tehát hogy aranymedvék, ezüstmedvék, tehát hogy azért Velencei Filmfesztivál díjok, tehát hogy azért komoly, amennyiben ez számít, persze, nyilván. Tehát hogy komoly díjak estek be a magyar filmekhez. Igen, de ha megnézzük, ezek nem a Most vagy Soha típusú filmek voltak. Tehát nem ezek a ilyen szafrangos történelmi filmek voltak, hanem kisebb költségvetésű filmek. Hát ugye még az Enyedi Ildikónak is a díjnyertes filmje, a Testről és Lélektől, hát az egy viszonylag kis költségvetésű, mai helyzetről szóló film. És még úgy tűnik, hogy még a kifutása volt az előző korszaknak, és az azt megelőző finanszírozási korszakoknak. Most már úgy tűnik, hogy akik ezeket a filmeket készítették, van persze kivétel mindig van, hogy lehessen rá hivatkozni, de most úgy tűnik, hogy ezek már nagyon kevéssé tudnak filmet készíteni. Hogy mondjak egy példát, a Kis Hajninak a Külön Falka című filmje, nagyszerű film, sikeres volt, fesztiváldíjakat nyert, 2-3-szor utasították el a második forgatókönyvét, ami teljesen indokolatlan egy sikeres rendezőnél, de hát nagyon sokan vannak így. Most nyert éppen ezzel a forgatókönyvvel az Arte nevű tévécsatornának egy nagyon fontos díját nyerte el, és hát most nyilván fog külföldi pénzt kapni, úgy készíti el az újabb filmjét. Ugyanez igaz a Hajdú Szabolcsra, a szlovák pénzből csinálta a filmeket, holott az új filmjét, holott a Hajdú Szabolcs régen rengeteg fesztiváldíjat nyert, és hát nagyon ismert filmrendező a világban. Ugyanez igaz a Reisz Gáborra, két fantasztikusan jó és érdekes film után most megint Prikler Mátyástól, aki egy kitűnő szlovákiai magyar rendező és producer, vele tudott dolgozni és kapott pénzt. Tehát most úgy tűnik, hogy ennek az iránynak vége még előfordulhat, hogy de hát akkor, amikor mi Oscarra a Blokkád című
hogy mondjam, csak nagyon politikai propagandafilmet küldjük, akkor itt már nincs túl sok remény, miközben akkor azért volt még néhány film, amit lehetett volna, és nemzetközi fesztiválokon olcsó magyar film, a 6-7, akkor a Magyar hegymászóról szóló film, és egy csomó olyan, aminek, hát nem biztos, hogy megkapta volna, de legalább befért volna ebbe a nemzetközi filmvilágba, tehát amikor egy ilyen film megy Oscarra, akkor itt már nagyon sokat nem lehet arról beszélni, hogy a magyar film. Akkor sikeres, amikor ellenszélben valamit tud produkálni. Tök más dolgot megengedsz, te tanítottál a Színművészeti Egyetemen, igen, ami mikor nem megszűnt, elfoglalták, akkor a Free SF-e. Igen. Tanítasz még, vagy? Igen, igen. Hát ott még vannak bizonyos kurzusok. Hát most már kimentek a volt tanítványaink, az egy sikertörténet, hogy sikerült elintézni mindegyiknek, aki ott akarta adni az SF-ét, és a filmeseknek csak nem mindegyike ott akarta, hogy megkapják ők is, meg a színházasok is, meg a doktori iskolások is különböző tekintélyes nyugati egyetemeken befejezhették a tanulmányaikat, úgyhogy mi tanítottuk őket tovább, és ott vizsgáztak, és ott megkapták a diplomáikat, ez az MX program volt, ez az őket diákokat kimentő program. Ennek vége, tehát őket már nem kell tovább tanítani, mindegyik lediplomázott. Vannak nem egyetemi különböző kurzusok, van egy kommunikációs, most éppen elindítottunk a Töröki és Orsival és a Stork Natasával, két kiváló színésznő, egy filmszínész kurzust, mert ebben ugye úgy tűnik, hogy hiány van a magyar képzésben. Tehát ott még tanítok, de hát azért a régi SF-ét az ember visszasírja. Mikor elfoglalták egy katona által egyébként az SF-ét, akkor sokan azt mondták, hogy hát nem olyan egyszerű azért egy egyetemet csinálni, mert nem csak hozzáértő emberek kellenének, hanem olyanok, akiknek van egy akadémiai kurikulum, tehát elért valamit. És akkor rövidesen kiderült, hogy hát miért akadémikust is ki lehet, vagy akadémiai karrier is ki lehet nevezni embereket, mint hogy ezt meg is tették, mert adnak ilyen-olyan kitüntetést, aztán hello, te már okos ember is vagy, nem kell tanulnod tovább. Nem számít, elmegy, eltanítgatnak, nem állt meg a földforgáson, övék. Hát olyat lehet, hogy kineveznek valakit, és megfelel az akkreditációnak. Kinevezni két dolgot nem lehet. Jó tanárt és jó művészt. Az nem kinevezés kérdése, az gyakorlat kérdése, tehetség kérdése, jellem kérdése, az nem függ a kinevezéstől. Igen, csak az, hogy valaki tehetséges és jó művész, főleg az ilyen pénzbe kerülő műfajoknál, mint a film, az sok idő után derül ki, azt csinálja a filmet, akinek pénzt adtunk. És hogyha a tehetségesek egyáltalán nem csinálnak, akkor mondanám, hogy a kontraszt sem lesz olyan nagy, bár hát attól még azért a világ filmművészete nem állt meg, és nem mindenütt így döntenek. Hát persze. Ebben igazad van, hogy mint sok minden, valószínűleg a világ filmművészete is most egy picit elhagy minket, mert a legtehetségesebbjeink azok nem nagyon vannak jelen, és ezek nagyon szomorú életsorsok, mert hát ők azért nagyon jó filmeket csináltak eddig, és nem látom őket, tehát gyakorlatilag a középnemzedékből és az úgynevezett idősek vagy a veteránok generációjából én nem nagyon látom, hogy bárki csinálhatna filmet, elindultak fiatalok, és már a második filmnél gondjuk van. Nem is csak azért, mert visszautasítanák őket, visszautasítják, hanem a tizedik visszautasítás után már egy jelentős rendezőnek nincs kedve húzakodni ezekkel, amikor már 15-ször iratják át, nincs kedve másodvonalú figurák magyarázni, hogy ez hogy lenne jó, hogy rossz, amikor tudja, hogy ezek nem értenek hozzá, de beleszólhatnak, sőt, tőlük függ a döntés. Tehát itt nyilvánvalóan olyanná vált a helyzet, hogy egy csomóan már be se adnak filmterveket, éppen azok, akiknek most a legjobb filmjeiket kéne megcsinálniuk. És ez nem csak nekik veszteség, hanem nekünk, a közösségnek hát abszolút, is. Persze. Elsősorban köszönöm szépen Báron György filmkritikusnak, filmesztétának, egyetemi tanárnak, hogy beszélgethettünk.